Nancy, közben jött valami fontos, a héten házon kívül leszek. Törölj az összes meetingemet, és locsolja a növényeket. Most mennem kell. Azt hiszem, hogy a filmről valami olyasmi, ami egy olyan kikapcsolódás, ami mondhatni időutazás is lehet akár, vagy bármi. Tehát, hogy mi csak ülünk egy helyben, de közben az agyunk, az lelkesen dolgozik. Bár nyilván a könyvolvasás egyen jobban ilyen, de hogy szerintem tök jó. A film az egy ilyen világok közti kapocs, hogy meglássuk azt, amit alapvetően nem biztos, hogy meglátnánk. Hát nehéz lenne ezt a szép monológot felülmúlni szerintem, de tök jó, hogy kikapcsolódás, de még eszembe jutott, hogy teleportálás mondjuk. Mindig gondolkodom rajta, hogy milyen jó lenne, ha tudnánk teleportálni, és hogyha megnézzünk egy olyan filmet, ami egy tök jó helyszínen van, akkor így el lehet képzelni, hogy ott vagyunk, és benne vagyunk a filmben. És ugye egyébként is tök jó nagy a vászon, és tök szeretem, amikor itt nézek filmeket. Nekem hatalmas kedvencem a Top Gun című film, én vadászrepülő pilóta akartam lenni nagyon sokáig, rengeteg makettet raktam össze, és a Tom Cruise szerepéért oda voltam, aki Maverick néven szerepelt, és én abszolút arra szavaznék. Te? Talán a Truman Show-t mondjuk megnézném, hogy milyen, de lehet, hogy már az egész életem egy Truman Show ezekkel a kamerákkal, de nekem Jim Carrey nagy kedvencem, úgyhogy én tuti valami olyan szerepet játszanék, ami Jim Carrey-e. De a Jim Carrey, akkor Mask mondjuk. A Mask. Kiskoromban mindig azt csináltam, hogy amikor nagymamám kelesztett tésztát, akkor így lenyúltam és az arcomra raktam, és utána egész után rosszalkodtam, és azt mondtam, hogy ez nem én voltam, ez a Mask volt. Én felvettem, én utána nem tudok felelősséget vállalni. Szóval hangmérnökök és nem hangmérnökök, irány a moziba be. Yeah. Miket beszélsz itt össze-vissza, kisfiam? Milyen meetingek és ki az a Nancy? Túl sokat jársz moziba!